Hogy emlékszik, polgármester úr, mikor volt utoljára ennyi ember egy helyen, egy önkormányzati rendezvényen, itt Remete-Szőlősön? Ha a kérdés az, hogy mikor kerül sor rendezvényre, akkor azt mondani, hogy 2 évvel ezelőtt gyakorlatilag. A tavalyi évben már szerettük volna megtartani ezt a juniálist, arra már nem volt mód. Hát ez a 2 év inkább 1 év, 9 hónap. Szóval nagyon régen ki vagyunk már éhezve, a gyerekek is és a felnőttek egyaránt, és remélem, hogy ez az első nagy alkalom arra, hogy újra találkozunk egymással. Nagyon furcsa ez a település, mert talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy ez egy alvó település. Kevesen dolgoznak itt, nincs olyan munkalehetőség, Budapestre, Nagykovácsiba környező egyéb településekre járnak dolgozni az emberek, de amikor van egy rendezvény, akkor itt nyüzsögnek az emberek, családok, idősek, fiatalok, van élet. Akkor lehet mondani, hogy önöknek a legnagyobb érvágások egyike volt, hogy nem lehetett ez 2 évig. Abszolút így van. Mi abban is vagyunk büszkék magunkra, ha lehetünk, hogy ide a kiköltözők azért egy közösség részévé válnak, és ez a közösség ez nem csak kér, hanem ad is, és ilyenkor, mikor ezek a rendezvények, ezek az alkalmak megvannak, akkor mindenki azt gondolom örömmel jön azért, hogy élvezzük egymás társaságát. Tehát mi mindannyian városi emberek vagyunk, de azt hiszem Remete-Szőlősben megtaláltuk azt a vidéki szépséget, ami a közösségi élet szempontjából nagyon fontos. És ha nem tévedek, akkor ma a gyerekeké a főszerep. Igen, ez talán szimbolikus is, és persze egy kis hazárdírozás is volt, amikor elkezdtük szervezni, akkor még nem voltunk biztosak abban, hogy ez megtörténhet, de hála Istennek a járványhelyzet úgy alakult, hogy most már jó lelkiismerettel és nyugodtan vettünk részt ezen a rendezvényen, úgyhogy így azt gondolom a fiatal Remete-Szőlős először a fiataljait ajándékozza meg egy rendezvényen. Haik Viktória Remete-Szőlős kulturális referense szó szerint kivirágzott, utoljára januárban láttuk. Most itt a szép idő, és itt az első olyan program, amit a koronavírus járvány miatti korlátozások után megszervezhettél. Hát itt egy puzzle látszik a háttérben. Te irányítod itt a feladatmegoldást? Itt vannak velem a kollégáim is, és 2 játékot hoztunk. Magyarország nevezetes várairól hoztunk egy puzzle-t, és a hungarikumokról egy másik kirakót, és én egy ilyen csapatépítő játékot, úgyhogy nagyon várom a gyerekeket, és örülök, hogy végre személyesen is találkozhatok mindenkivel, mert erre nem sok esélyünk volt el eddig. Hogyan építesz csapatot? Remélem, hogy fel tudjátok majd venni. Ez egy óriási szivárvány színű ernyő, ami ejtőernyő sejemből készült, és szeretik a gyerekek, ehhez tartozik rengeteg játék, és remélem sikerül bebizonyítanom, hogyha kinyitom, akkor azonnal körém gyűlnek majd. De hát, ha jól látom, akkor itt körbenézve a gyerekeké ma a főszerep. Igen, Szatmári Gergely a polgármester azt találta ki, hogy az olimpia jegyében zajlódjon a rendezvény, különböző állomások vannak, a gyerekek kaptak lepecsételhető kis papírokat, és hogyha az állomásokat teljesítik, akkor természetesen a jutalom sem marad el. És örülünk, hogy ennyien összegyűltek. Csak egy nagyon pici előretekintés, következő rendezvény, most már úgy látszik, hogy koronavírus járvány után vagyunk előttünk a pálya. A következő rendezvény ez a falunap lesz 26-án, kiváló koncertekkel, főzéssel, bográcsozással, úgyhogy oda is várunk mindenkit szeretettel. Rold István, alpolgármester, a foci szekció vezetője? Hát foci jutott nekem, de egyébként szakmába vág, mert foglalkozom gyerekekkel foci edzőként is. Hol? Nem idegen, Nagykovács és Holymok Egyesületben. A rendezvény elején vagyunk, itt látja a srácokat kapura rúgni. Lelkesek, lesz a végén nyeremény, tehát érdemes beletolni azt az energiát, hogy megszülessen az a néhány gól, úgyhogy nagyon kis aranyosak, igyekvők. Érdemes ma futballistának állni, vagy gyerekünket beiratni, focizni, akár fiú, akár lány? Tehát ennek van most szezonja? Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy sportoljon, az mindenképpen fontos. Tehát, hogy ez most labdarúgás, vagy bármilyen más sportág, lényeg az, hogy egy rendszeres mozgás az mindenképpen kell, ki tudjuk mozdítani őket a számítógép mellől, az szerintem alapvető fontosságú, azt minden szülőnek ajánlom.